köszönni, nincsen másnap, összefolynak a ruhákat, földre dobja, miután már kipakolta mind a nőket, a férfiak meg kérdik őket, a fiam hol van, a nő meg halkan válaszolja. Nincs már bennem csak üresség, nincs már bennem csak üresség. Mondom én! Gyerek van csak, múlt időben, nincs már semmi hely jövőben, nem vár otthon, a félszobában, csak... Ma este a 30Y koncertezik itt az A38 hajó színpadán. A srácokkal még a buli kezdete előtt beszélgetünk. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Hello! Tavaly lényegében egy teljes hetet töltöttetek itt a hajón, és különböző koncerteket és rendezvényeket szerveztetek. Elég lesz most számotokra ez az egyeste? Nem vágytok ismét ennél az egyesténél többre? Hát mindig jó a hajón játszani, bármennyit tulajdonképpen, de azt képzelem, hogy az az élmény, hogy mit tudom én, amit tavaly csináltunk, ezt a Majdnem Fesztivált, azt hiszem, hogy minden évben nincs erőnk megcsinálni, szóval végtére is alapvetően mégiscsak egy rock'n'roll zenekar vagyunk, úgyhogy a legfőbb élményünk az, hogy koncertezünk. Hát akkor ez egy pihentető egyestés, koncert lesz, mitől lesz mégis különleges? Valamelyik Zoli. Mivel készültetek? Mi fog ma elhangozni? Látod, így értjük a kérdést, tehát hogy vágjuk, ami a helyzet az, hogy mondjam, hogy egy koncert az nem tud érdekes lenni. Szóval, hogy az van, hogy ha érdektelen koncertet akarnánk játszani, akkor nem koncerteznénk. Egyszerűen azért, mert a koncert lényege éppen az, hogy valami történjen. És az a valami, az meg olyan, amit nem tudunk előre. Szóval tudjuk például a dalokat, amiket eljátszunk, és tudjuk nagyjából azt, hogy hogyan működik a színpad önmagában, de annak a pillanatnyiságnak próbáljuk átadni magunkat minden egyes koncerten, amiről most egy órával előtte még egyáltalán nem tudjuk, hogy mi. És azt képzelem, hogy ez az izgalma a számunkra minden egyes koncertnek. Azt például érdekelne, hogy egy ilyen hosszú életmű után hogy tudjátok összeválogatni a számokat egy estére? Mi alapján? Hogy néz ki a setlist például ma este? Hát látom, hogy a papa... Nagy levegőt vettem, de ne tévesszem meg senki. hogy úgy vagyunk vele, hogy ami marha nehéz, hogy egy koncertnek a dramaturgiai ívét megtaláld azzal, hogy mondjuk mit tudom én, egy estébe nagyjából 18-20 dal fér bele. És nyilván abból kellene indulnunk, hogy nagyjából 170 dalból ki kéne találni, hogy melyik lesz aznap az a 18-20, amit éppen játszunk. Azt részben megkönnyíti az, hogy vannak dalok, amiket nem tudunk eljátszani. Tehát, hogy nem tudjuk mind a 170-et eljátszani, hogyha most egy ránk bögtök, de azért a 100-hoz közelítünk, amiket el tudunk játszani, és akkor az van, még mindig rengeteg maradsz. A kérdés az nem igazából az a fajta elgondolás, hogy melyik dalokat játszunk, hanem hogy aznap hogyan jön létre az a koncertnek valamiféle dramaturgiai íve. Hol vannak töréspontjai, hol vannak beszédmódváltásai, ilyesmi. És ehhez nyilván az van, hogy ehhez kell megtalálni a megfelelő dalokat. És az mit tudom én, nagyjából ottanál az asztalnál kb. Egy órája megírtuk, hogy ma mit fogunk játszani. De akkor ez viszonylag random. Szükségszerűen ilyen. Tehát, hogy az az érdekes, azért mondom, hogy valahogy úgy van, hogy nyilván, igen, hogy lehetne azt elképzelni, mondjuk, hogy van mit tudom én, a professzionális zenekar, amelyik az őszi turnén ezt a koncertet játsza, a tavaszin azt a koncertet játsza, és többi. De nem ez van a fejünkben, hanem az van a fejünkben, hogy minket a magunk váratlansága érdekel. Szóval, hogy inkább arra vagyunk kíváncsiak például, hogy ma mi van a fejünkben, és azt nem tudjuk kitalálni előre.
jövőre, hanem most csak ma tudjuk kitalálni. Szóval megcsináltuk a hangbeállást, beszélgettünk arról, hogy milyen inspirációink vannak, milyen élményeink vannak a színpadon, hogyan látjuk a mai estét, és akkor abból elkezd kialakulni az aznapi elbeszélés. És ahhoz meg aztán dalok rendelődnek, és szerintem szép listát írtunk. Azt érzem. Az elbeszélés előtt lesz egy előzenekarotok, az Idegen, akiket egyébként nagyon segítettek, támogattak és figyelitek az ő pályafutásukat. Miért érdemes rájuk figyelni? Leginkább azért, mert hogy a olyan autonóm nyelvet hoztak létre, ami miatt azt képzelem, hogy a mondjuk a már lassan 2020-nál tartunk, szóval, hogy a következő évtizednek biztosan fontos zenekara lesz. Valahogy az általában is izgalmas, hogy a Sárközi Papa nagy koncertre járó például sokat hallgat fiatal zenekarokat, sok zenekart hallgatunk meg általában együtt, és ez egy érdekes ügy, hogy nem azt kezdjük el hallgatni, amit nem tudom, a zenei szakma általában elgondol, hogy nem tudom, úgy kellene hallgatni zenét, hogy ügyesen gitározik-e, vagy jól dobol-e, vagy nem tudom micsoda, szóval nem technikai kérdések vannak a fejünkben, hanem valahogy az elbeszélés bátorsága a kérdés, szóval, hogy van-e egy zenekar, amelyik tényleges tétre játsza azt, amit játszik. Lehet, hogy az két béna hang, lehet, hogy mellé ütött lábcinek, de mégis valami a lényeg igazságot találsz meg benne, ami döbbenetes élmény, és az Idegennél ráadásul ez azzal párosul, hogy ez az alanyi elbeszélés azzal párosul, hogy piszok jól is játsszák, amit játszanak, úgyhogy tudom én, tök büszkék vagyunk rájuk. És most jelent meg egyébként egy új klipetek. Úgy tudjuk, hogy nem is tudtatok a klip alakulásáról, ez hogy történhetett? Ez igaz, én körülbelül egy héttel a klip megjelenése előtt tudtam meg, hogy a Jim végigforgatta ilyen szándékkal a nyarat, illetve mi csak azt láttuk, hogy végig fényképezte. És az egy meglepetés volt a számunkra abszolút a klip. Kicsit nekem olyan élmény is volt, mivel a képeket láttam koncertek után, mikor beszélgettünk, utaztunk, barátkoztunk. Bocsánat, éppen csak most ment el ott mögöttetek. Nekem az volt az érdekes ebben az egészben, hogy megelevenedtek gyakorlatilag azok a képek, amiket megnéztem, úgyhogy szerintem gyönyörűt csinált. Én nagyon büszke vagyok a Jimre. És egy szép ajándék volt ez tőle nekem. Igen, nekünk is ezért tetszett, nagyon tele van őszinte pillanatokkal, és most nézzük meg együtt a videóklipet. Újra én, újra feléled, de egyszer elég. Nekem az élet, hogy száll be még, én nem akarom már, mert az az én, az mindig te voltál, újra én, újra feléled, de egyszer elég. Nekem az élet, hogy szálljak be még, én nem akarom már, mert az az én, mindig te voltál. Azt mondd meg, mi legyen most már. Azt mondd meg, mi ne legyen. Eldobom azt, ami eddig voltál, és ami lennél, azt megkeresem. Azt mondd meg, mi legyen most már. Azt mondd meg. Ez a gép, ami egy ember és az én voltam egyszer, de nem hiszem azt, nem hiszem azt már, hogy én voltam én.